Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Rögtön mondom a mai nap legfontosabb híreit. Készül a Návai szobor. Hepp Attiláné óvodai szakértőre emlékeztek. Elkerült a kézilabda kupa a városból. Makóváros önkormányzata a júliusi rendkívüli ülésén döntött Návai Lajos szobrának újraállításáról. A szobrot a makói Kisjenő és a püspökladányi Györfi Lajos szobrászművészek készítik el. A munkálatokat a múlt héten Farkas Éva Erzsébet polgármester is megtekintette. A mártír halált hat politikus emlékművét 1945-ben elbontották, és csak a két mellékalak maradt meg, a főalak megsemmisült. Ezért döntött úgy az önkormányzat Lázár Jánosnak, a térség országgyűlési képviselőjének a támogatásával, hogy újraállítják a szoborcsoportot. A Návai szobrot Szent Györgyi István 1935-ös alkotásának eredeti tervei alapján Kisjenő Ferenc és Györfi Lajos szobrászművészek készítik el. A munkálatok Györfi Lajos püspökladányi műtermében már zajlanak, ezt tekintette meg a múlt héten dr. Szabó Sándor, a jegyzői iroda vezetője, és Halász Tamás, a Návai bizottság tagja, Farkas Éva Erzsébet polgármester vezetésével. A Návai emlékbizottság egyik legfontosabb tevékenysége volt, úgy gondolom, az elmúlt időszakban, hogy annak az eredeti szoborcsoportnak a helyreállítása, felállítása megtörténjen, aminek gyakorlatilag most egy nagyon fontos eseményén vagyunk. Ennek az ügynek kiemelt szereplője Lázár János országgyűlési képviselőnk, aki teljes mértékben az ügy mellé állt, és a miniszterelnökség támogatásával, illetve a magyar kormány támogatásával, szinte 100%-os támogatással valósulhat meg ennek a szoborcsoportnak, amely 1945-ben került elbontásra, ennek a helyreállítására, illetve felállítására. A megvalósítás költségeihez a magyar kormány 70, a miniszterelnökség 30 millióval járul hozzá, Makóváros önkormányzata pedig közel 8 millió forintot biztosít. A Hajdú-Bihar megyei városban dolgozó szobrászok már elkészítették a főalak agyagmodelljét. Tulajdonképpen majdnem kész a főfigura, egy nagyon kicsi díszítés van, meg egy-két drapéria tologatás, azt még nézegetjük. Tehát ilyenkor nüanszokon szoktunk még eljátszadozni. Még van egy pár nap a bronzöntés, amikor átveszi a bronzöntés, akkor elkezdi a bronzöntő munkálatokat. Ez még pont belefér, úgyhogy most épp a díszítésen. A szoborcsoport egész burkolatát süttői mészkőből csinálják. Ez az anyag fagyáló és olyan jó minőségű, mint a kanadai márvány. A főalak egy-egyes modelljét több mint egy tonna agyag felhasználásával rakták össze. Az agyagot pár száz kilót nyomó fémvász tartja. A szoborcsoport legnagyobb része új elemekből áll, ám a két mellékalakot sikerült megmenteni. A kislányával látható édesanyát, illetve az apát és fiát Makóról elvitték püspökladányba. Ezeket is restaurálni kell, mielőtt visszakerülnek majd Návai Lajos mellé. Ugye a férfi figurának megvan a pontos mérete, hogy a ráül arra a kőkörívre, viszont a női figuránál itt is látszik, hogy valami bajos dolgok voltak. Itt is bele van vágva, ott is bele van vágva. Ez még a helyszínen nekünk is valószínű gondot fog okozni, hogy hogyan ültessük rá magára a kőpillére, mert nem ugyanaz a mérete, ugye, mint magának a másik szobornak. Az emlékmű a Városháza előtt a Kossuth szobor szomszédságában kap helyet, ahol már egy hónapja zajlanak az alapozási munkálatok. A talapzatnak szeptember 30-áig kell elkészülnie, míg a három alakos szoborcsoport október 20-a és 30-a között kerül a helyére. Óvodapedagógiai évindítóval egybekötött emlékülést tartottak pénteken városunkban a néhány éve váratlanul elhunyt Hepp Attiláné Kati emlékére. A makói óvoda munkaközössége, valamint Makóváros önkormányzata a volt óvoda vezető iránti nagyra becsülés jeléül közösen egy emlékhelyet avatott fel az erdélyi Püspök utcában. Hepp Attiláné Kati 1977-ben szerzett diplomát a Szarvasi Óvónőképző Főiskolán. Több mint 35 évet dolgozott a gyerekekért és kollégáiért. Előbb vezetőpedagógiai szakvizsgát tett, majd közoktatási szakértő lett. Kezei alatt generációk nőttek fel. Nevéhez köthető az erdélyi Püspök utcában megépült, kiválóan felszerelt, modern óvodacentrum is. Eredményeit nem csak itthon, de külföldön is elismerték. Az emlékhely ünnepélyes átadásán Farkas Éva Erzsébet polgármester beszédében kiemelte, sokan sokat köszönhetnek neki, hiszen a legkorszerűbb nevelési és oktatási módszereket alkalmazó, felkészült, hozzáértő és gyerekszerető pedagógus volt.
Hepné Kati igaz ember volt a szó legszorosabb és legnemesebb értelmében. Ezt az embert a fáradhatatlan, igaz, mindig megújulni tudó, játékos, mindenkire időt szánó Hepné Katit tükrözi számomra ez az emlékhely. Szánjunk mi is időt emlékének, pihenjünk meg ezen az emlékköveken, nagyszerű emberi alakját, személyét felidézve. A Makói óvoda előtt számos kollega és barát jelent meg, hogy részese lehessen a Hep Attiláné tiszteletére felállított emlékhely leleplezésének. Bertusné Takács Tünde, a Szikszai György Református óvoda intézményvezetője, a volt óvoda vezető egykori helyettese, meghatódva emlékezett vissza a közös munkával töltött évekre. Már 3 éve, hogy búcsút kellett venni kedves munkatársunktól, Hepné Katitól, aki az óvodai nevelés fáradhatatlan gondozója, kiváló szakértője és elkötelezettje volt. Azok közül, az igaz emberek közül való volt, akit mindenki szeretett, mindenkinek Kati volt. 1997-ben kezdtünk együtt dolgozni az akkor alapított újvárosi óvodában, ő lett az intézmény vezetője, 3 év múlva helyettesként vezetőtársa lettem. Úgy tudtunk együtt dolgozni, hogy egymás tekintetéből tudtunk a másik gondolatára következtetni. Személyében egy szeretetre méltó, nyílt, barátságos, vidám embert ismertem meg. Az emlékhelyet Farkas Éva Erzsébet polgármester és Hepné Kati gyermekei közösen leplezték le. Legyetek egy szándék, egy közös akarat, egy közös cselekedet, akár csak a régi időkben. Ez a Vas Albert idézet olvasható az egyik kövön, amely egykori kollégái szerint hűen tükrözi a volt óvoda vezető személyiségét, akaratát, a városért való elhivatottságát. Az ünnepséget végül a Pillangó nagy csoport megható műsora zárta. Rövid híreket láthatnak. Idén össze 3. évébe lép az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal által koordinált méhnyakrák elleni oltási program. A szülők újra igényelhetik az államilag támogatott térítésmentes iskolai védőoltást. Az ingyenesen biztosított méhnyakrák megelőző vakcinát az elmúlt 2 évben több mint 70 ezer iskolás lány kapta meg. Idén pedig újra több mint 40 ezer lány szülei kérhetik. A 2 adagos oltóanyag azok számára ingyenes, akik betöltötték a 12. életévüket, és szeptemberben kezdik meg az általános iskola 7. osztályát. 2016-ban a tanév első szülői értekezetén minden érintett tanuló szülei írásos tájékoztató csomagot kapnak, amely tartalmazza a kitöltendő szülői nyilatkozatot is. Annak érdekében, hogy a lányok össze megkapják az oltóanyagot és védettek legyenek egy esetleges későbbi rákbetegségtől, ezt a nyilatkozatot legkésőbb 2016. szeptember 13-áig aláírva kell visszajuttatniuk az iskolába. A gondozói szülői nyilatkozat az ANTS Országos Tiszti Főorvosi Hivatal oldalán is elérhető és onnan letölthető. A magyar kormány korábbi döntése értelmében 3000 fős létszámbővítést írtak elő a készenléti rendőrségnek, ugyanis nem várható, hogy a bevándorlási nyomás csökkenni fog Európa határain, és így a magyar határ őrizete jelentősebb rendvédelmi erőket köthet le. Ennek értelmében a határvadász századokba szeptember 1-től kezdték el toborozni a fiatalokat a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak, valamint a pályaorientációs iskoláinak a bevonásával. A határvadász képzésre cselekvőképes 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. Az, aki felvételt nyer, 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesz majd részt, amelyet követően sikeres vizsga esetén őr, járőrtárs részszakképesítést szerez. A képzésről további információt a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikén szerezhet. A bogárzói búcsú mára már több, mint egy egyházi ünnep, hiszen az egykor jóval népesebb makói tanyavilágból elszármazottak, ilyenkor visszatérnek erre a napra, és közösen elevenítik fel a múltat. Nem volt ez másképp most vasárnap sem, ahol a Szent Mise mellett számos kulturális programmal várták az érdeklődőket.
A bogázói templom azzal a különlegességgel büszkélkedhet, hogy két búcsúja van. Az egykoron szebb napokat látott anyavilág hívei 1907-től minden évben megemlékeztek a templomok védőszentjének, páduai Szent Antalnak az ünnepéről, melyet kis búcsúnak neveztek. A bogázóiak az ősi hagyomány alapján hasonló ranggal ülték meg a Szent Őrző Angyalok napját is, amely a nagy búcsújuk volt. A később szinte elnéptelenedett környéken a templom felszentelésének 100. évfordulóján több család együttes összefogásával hosszú idő után újra életre keltették a veszinátó tanyai világot. Én itt voltam gyerek, és végigéltem gyerekként. Nem vagyok katolikus, de nagyon emlékszem rá, hogy volt, amikor 40, sőt úgy tudom, hogy olvastam, hogy 70 első áldozó, illetve bérmálkozó volt a mi templomunkban, és a vallástól függetlenül mindannyian jártunk ide, hiszen ehhez a templomhoz így módon 16 tanyai iskola tartozott. És azért élesztjük újjá, mert én emlékszem rá gyerekkoromból, hogy milyen kellemes élmény volt, és mekkora igény volt erre, és olyan sokszor hallottam, hogy szívesen eljönnének a bogázói búcsúba, de hát nincs ott semmi. Én is mondtam, hogy én is eljönnék nagyon szívesen, de hát nincs ott semmi. És akkor úgy döntöttük el néhány család, hogy akkor csináljunk valamit, és adjuk meg a módját ennek a régi szép ünnepnek. A búcsún Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki örömmel fogadta el a meghívást, hogy az összetartó közösséggel együtt emlékezzen vissza az itteni tanyasi életre. Egy olyan vallási és kulturális ünnepet hoztak létre, mely ma már szélesebb körben toborozza a résztvevőit, s távolabbi településekről is ide vonzza az embereket. És nem csak ide vonzza az embereket, hanem hazavárja az egykor itt élőket és azok utódait. A köszöntőt követően Olá Nóra, Főnix utak, börtollak, szófigurák elnevezésű kiállítását tekinthették meg az érdeklődők a templomban. Ennek különlegességét adta, hogy a művésztanár 30 éve él és dolgozik Makón, valamint az alkotással is közel ezzel egy időben kezdett el foglalkozni. A madarak a fő múzsáim, és bőrből mintázom meg a madarakat. A madarak mindig valamit szimbolizálnak, akár egy emberi életútnak a különböző állomásait. Ezekből látható itt néhány darab a munkáimból. A következő ugye a szófigurák, a mostani korszakomból egy kis szintén ízelítő, ilyen kaligrammákat, képverseket készítek, és saját verseimből hozom össze ezeket a képeket némi kollás technika turbózásával. Sokan hosszú évek óta kijárnak a búcsukra, hiszen rengeteg szállal kötődnek bogárzóhoz. A tanyavilág minden ideérkező számára különleges kisugárzással bír. Valósággal a hideg is kiráz, mert ide jártam ugye iskolába, itt kezdtem 58-ba, itt jártam egész a 6. osztályig, aztán bekerültünk Rákosra, és tényleg libavőrös az ember, mikor megérkezik ide, mert a régi szép emlékek, mert tényleg nagyon szép gyerekkorunk volt, itt laktunk a kör háta mögött, tehát úgy is hívtak bennünket, hogy a Bigecs Balázsék, és akkor nagyon sokan voltunk itt. A búcsúhoz mindig kapcsolódik valamilyen kulturális program, amelyet idén is a Marosvidék Baráti Társaság jóvoltából élvezhetett a közönség. Emellett Szent Misére is hívták a hívőket, melyet Szabó Zoltán Jenő csanádpalotai plébános celebrált. Először rendezett felkészülési tornát a Makó KC női kézilabda csapata. A hétvégén az NB2-es együttesek mellett pályára lépett az NB1B-s Szeged együttese is. Az első makói mozaik női kézilabda tornán a Makó KC csapata, a Szeged, valamint a Nemes Vámos és a Tatabánya játszott a hétvégén városunkban. Az utóbbi gárda, bár az MB2-ben játszik, igen jó játékerőt képvisel, így a többi csapat tőlük tartott a legjobban. A vezető edzőjük elmondta, igazán a bajnokságban kell a csapatoknak jól teljesíteni, de ezek a tornák mindenkinek hasznosak. Rendszeresen járunk felkészülési tornákra. Kimondottan hasznos volt ez a torna, hisz olyan csapatokkal találkoztunk, akik más játékstílus képviselnek, mint mi, és a forgatókönyvet sem lehetett volna jobban összeállítani, mert ez az utolsó meccs például, amit most játszottunk a Makóval, egy végjátékban, egy kiélezett helyzetben,
kellett a játékosoknak jól dönteniük. Az első alkalommal megrendezésre kerülő torna főpróbája volt a bajnokságnak. A hétvégén kiderült, hogy a csapatok felkészülése mennyire volt sikeres. A első alkalommal rendeztük meg, nyilván felkészülési céllal. Két hét múlva kezdődik mindenkinek a bajnokság, mondjuk kivétel a Szeged, akinek ugye egy hét múlva elindul az NB1B-s történet. Mindenki arra készül, hogy minél eredményesebben szerepeljen a bajnokságban. Egy évvel ezelőtt a négy makói kézilabda egyesület egybeolvadt. Azóta a helyi sportban fejlődés tapasztalható mind a férfi, mind a női csapatnál. Nem csak a tabellán végeztek előrébb ennek következtében a városi csapatok, de közös pályázatot adtak be az erdei Ferenc sportcsarnok felújítására. A felkészülési torna főpróbája volt a sportcsarnok felújított belső terének. A felújítás eredményeképpen tovább tud fejlődni a sportág, és ezáltal még nagyobb lendületet ad annak, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokságba, mind a lányok, mind a fiúk tekintetében, illetve minél több utánpótláskorú játékos tudjunk bevonni a kézilabdázásba. A kupát a Makó KC csapata nem tudta itthon tartani. A végső győzelmet a Tatabánya együttese szerezte meg. Ugyanakkor a hazaiak nem szégyenkezhettek, mivel nem kaptak ki a kupa győztestől, 17-17-es döntetlent játszottak velük. Az első mozaik torna végeredménye a következő. Az első a Tatabánya 5 ponttal, a második a Kiskundorozsma Szegedes 4 ponttal, míg a harmadik a Makó KC 3 ponttal, a Nemes Vámos pont nélkül a negyedik helyen végzett. Híradónk végén lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Készül a Návai szobor. Hepp Attiláné óvodai szakértőre emlékeztek. Elkerült a kézilabda kupa a városból. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megtudhatják, milyen időjárás lesz holnap, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 15 perctől a Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepséget láthatják felvételről. Majd 19 óra 15 perces kezdettel Társalgó című kulturális magazinunkat tekinthetik meg. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap este jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én mára búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!